Sziasztok, remélem jól vagytok. Minden nap azon gondolkozom, hogy hogy lehetne titeket úgy tanítani, hogy könnyebben és gyorsabban tanuljátok meg a franciát. Tulajdonképpen, hát az a lényeg a francia nyelvben, minden nyelvben, hogy beszélje az ember. Franciában nem olyan, mint magyarul, hogyha nem mondjuk ki jól a szót, akkor nem fogják érteni. Például magyarul mindig mondom a franciáknak, hogy egészségedre és egészségedre abszolút nem ugyanazt jelenti, és az magyarul nagyon fontos, hogy hogy mondjuk ki. De franciául ez nem így van. Például, ha azt mondják, hogy rose vagy roz, az abszolút ugyanazt jelenti, az a szín, az a rózsaszín. Vagy például pain, a kenyér, vagy peng, ahogy mondják Marseille-ben, az abszolút ugyanaz. Szóval tök mindegy, hogy hogy mondja ki az ember, az a lényeg, hogy beszéljen, és az a lényeg, hogy a többi hallja, hogy beszéltek egy kicsit, vagyis a franciák hallják, hogy beszéltek egy kicsit franciául, és akkor úgy lehet kommunikálni, szóval nem túl nehéz a dolog. Itt egy olyan szót akarok nektek mutatni, ami mindenféleképpen ugyanúgy kell kimondani, szóval ver, mint a szín, mindjárt megmutatom egy képen, de abszolút más dolgokat jelent, szóval mindjárt mutatom. Például itt van a ver, az a giliszta, vagy a hernyó. Ver, az azt jelenti, hogy arra menni, szóval ver, és ver, az a pohár is, meg a ver, az a szín. Szóval itt ide van írva, hogy a zöld hernyó megy a pohár felé. A zöld pohár felé, bocs. Szóval a zöld hernyó megy a zöld pohár felé. És ezt úgy kell kimondani, hogy le ver ver va vers le ver ver. Szóval ugyanúgy mondják ki az egészet. Le ver ver va vers le ver ver. Remélem, hogy segített, és nem sokára találkozunk egy másik leckén. Sziasztok!